Nyuszi mama befejezte a mesét. Megpuszít a mérges tapsit, aki már elaludt a mese alatt. Aztán vidám tapsihoz ment, és suttogva jó éjszakát kívánt neki is. Puszit adott a homlokára, megsimogatta a buksiát, és lekapcsolta a kis lámpát. Egy kicsit üldögélt még a sötét szobában, aztán elfolytott egy ásítást, és csöndesen kiment. Vidám tapsi, ahogy szokta, jól magára húzta a takarót. Fészkelődött egy kicsit a paplan alatt, mert kereste a legkényelmesebb helyet a fejének és a tappancsainak. Amikor végre jól elhelyezkedett, sóhajtott egy nagyot, és becsukta a szemét. Még hallotta, ahogy a konyhában Nyuszi mama és Nyuszi papa csöndesen beszélgetnek. Nem értette, hogy mit mondanak, de megnyugtató volt hallani, hogy még ébren vannak és vigyáznak rájuk. Az ablakon túl már besötétedett, és a tisztás fölött az égen hunyorogtak a csillagok. Milyen furcsa, gondolta vidántapsit. Nyáron ilyenkor még javával ragyogott a nap, és legtöbbször nagyon meleg is volt. De most már ősz van, elkezdődött az iskola is. Ma Nyuszi tanítónéni nagyon érdekes dolgokról mesélt. Arra tanította őket, hogy milyen veszélyeket rejt az erdő, és hogy miképpen tudják elkerülni ezeket. Kimentek az erdő szélére is, és egy bokor alatt lapultak, amikor tanítónéni megmutatta nekik a vadászó rétisast. Ott ült fönn egy kiszáradt fa egyik magas ágán, szinte mozdulatlanul, mintha a szoborrá vált volna. De aztán olyan hirtelen, hogy alig lehetett követni, a levegőbe emelkedett, majd azonnal berántotta a szárnyát, és mint egy kődarab úgy zuhant lefelé csak az utolsó pillanatban nyitotta ki a szárnyait, mielőtt földet ért volna. Hatalmas, karmos lábait előre nyújtotta, hogy elkapjon egy figyelmetlen mezei pockot. Szerencsére elvétette, mert a pocok be tudott menekülni a lyukba, de akkor is nagyon ijesztő volt. Még most is átjárta a félelem, ahogy azokra a karmokra gondolt de vidám nem akart félni. Mindig is tudta, hogy vannak veszélyes dolgok az erdőben. És most arra gondolt, hogy mennyi mindent megtanult már, amivel el tudja kerülni a bajokat. Nyuszi papa sokszor elmagyarázta, hogy nem történhet vele semmi rossz, ha betartja a fontos szabályokat. Hogy teljesen elmúljon a félelme, ismételgetni kezdte magába. Ügyes vagyok, és mindig figyelek, hogy biztonságban legyek. Ügyes vagyok, és mindig figyelek, hogy biztonságban legyek. Elmondta egy párszor magában, és észre se vette, hogy mikor múlt el a rossz érzése, de nagyon hamar egy másik emlék jutott eszébe. Délután a barátaival találkozott a magyaró bokroknál. Tapsi Tódor volt közöttük a legidősebb, aki megígérte nekik, hogy megtanítja őket szaltózni. Mert Tódornak ez volt a nagy tudománya. Úgy csinálta, hogy kettőt ugrott a fűben, de a harmadiknál már magasan a levegőbe emelkedett. Átfordult, és négy lábára ért vissza a földre. Nagyon szépen csinálta. Próbálgatták mindannyian, de még senkinek sem sikerült tökéletesen gurultak jobbra, meg balra, és rengeteget nevettek. Különösen Benőkén, aki a legkisebb volt köztük, és ráadásul kövér is egy kicsit. Vidám Tapsi még most is látta maga előtt, ahogy Benőke nagy ügybuzgalommal készülődik az óriás ugrásra, de kicsi volt a lendület, nem tudott felemelkedni, csak összeakadtak a lábai, és újra meg újra felborult. Szerencsére lehetett nevetni, mert benőke is jó nagyokat kuncogott magán. Mókus miséjék is ott voltak a közelükben, de ők nem játszottak. Magyarod gyűjtöttek télre. Egy kicsit meg is sajnálta őket, mert lentről úgy látszott, hogy eléggé elfáradtak. Ugráltak a bokrok között, aztán az ágakon keresztül felfutottak a nagy tölcsfán lévő odójukhoz, ahol Misi papája várta őket. Szigorúan ellenőrzött minden magyarót, hogy csak az épek kerüljenek be. Ráadásul állandóan sürgette a gyerekeit: Gyorsan, igyekezzetek, lehet, hogy holnap már megered az eső, és akkor mi lesz velünk télen? De azért néha. Amikor Mókus papa nem látta őket, leültek egy kicsit a fa alsó ágára, és ők is jó nagyokat nevettek benőkén. Vidám tapsi már majdnem elaludt, amikor valami szokatlan zajt hallott egészen közelről. Kívül az ablak alatt megrecsentek a száraz levelek, és valami szuszogó, röfögő hangot is hallott. Hirtelen teljesen éber lett. Mi ez a hang? Ki van az ablak alatt? Legszívesebben kirohant volna a konyhába a szüleihez, ám eszébe jutott, mire tanítja az anyukája folyton. Nyuszi mama azt szokta mondani, hogy minden váratlan zajnak van valami teljesen természetes oka. Nem érdemes azonnal menekülni előle, mert azzal csak veszélybe rohan a nyuszi. Ha ilyet hallasz, maradj csöndbe, ne mozdulj, figyelj és gondolkozzál. Így hát moccanatlanul feküdt, csak a füleit nyújtotta nagyra. Az ablak alatt még néha megrecsentek a levelek, de amikor felhangzott a következő röffenés, Vidám Tapsi azonnal ráismerte a hangra. Az öreg sűn Sámuel bácsi vadászott. A lehullott levelek között alvó bogarakra. Ettől aztán teljesen megnyugodott. Arra gondolt, hogy holnap majd elmeséli a testvérének, hogy járt. Legalább ő ne ijedjen meg, ha valamelyik este meghallja ezt a hangot. Holnap. Mi is lesz holnap? Holnap lesz az a nap, amikor megérkezik hozzájuk a nagymama és a nagypapa. A másik tisztásról költöznek hozzájuk, mert ez a tisztás télen sokkal biztonságosabb. Hát ez nagyon jó lesz. Nagymama gyönyörű meséket tud, meg ő festi a környéken a legszebb húsvéti tojásokat. Nagypapa meg mindent megjavít a házban, és lehet neki segíteni ebben. Remek nap lesz holnap, gondolta, és már tudta, hogy reggel milyen örömmel fog kibújni az ágyból. kinn a tisztáson végig söpört a szél. Hallatszott, hogy leesett néhány újabb száraz levél. Vidám tapsi a jó meleg szobában, puha takarója alatt még jobban elnyújtózott. Szusszant egyet, és már el is aludt.